Az önkormányzat pályázatokból javítana utcákat, szigetelne tömbházakat, fejezné be a víz- és csatornahálózat kiépítését. Egy beruházásnak köszönhetően felértékelődnek az ingatlanok. A lakosság idén is jelölhet arra érdemeseket a díszpolgári, valamint a próúrbedíjra. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, ha tehetik, tartsanak velünk. November 1-ig lehetett módosítani a beruházási listát, ezt szem előtt tartva a múlt heti tanácsülésen előterjesztették és elfogadták az új elképzeléseket, amire fókuszálni szeretne a városvezetés. Ennek értelmében érvényét vesztett terveket kívánnak aktualizálni, hogy az új pályázati ciklusban legyen, amit benyújtsanak, hogy támogatásokat tudjanak lehívni. Nagy Zoltán alpolgármester részletesen taglalta, minthogy jelennek meg a támogatási útmutatók. Fontos tudni, mire lehet pályázni a jövőben kezdődő új pályázati időszakban. Az önkormányzatnál feltérképezték, mely területek jöhetnek szóba, és ezt figyelembe véve módosították a beruházási listát. Figyelembe véve azt, hogy nem sokára most már az előrejelzések értelmében kiírásra kerülnek a soron következő pályázati ciklus pályázatai. Az elmúlt testületi ülésen a testület elfogadta azon javaslatainkat, amelyeket a szakaparátus megfogalmazott irányukba, abból a célból, hogy minél több pályázatot előre tudjunk készíteni, arra a szintre, hogy a kiírás megkövetően időben és megfelelő minőség mellett tudjuk adni finanszírozás szerzés céljából. A közbeszerzéseket szabályozó törvényben szerepel, hogy 2 évnél régebbi terveket nem vesznek figyelembe, ezért ahhoz, hogy a város pályázhasson, aktualizálni kell a 2011-2012-ben készített terveket. Az egyik legnagyobb beruházás az utcák felújítása lenne, amihez mi hamarabb szeretnék elkészíteni a terveket. Erre a célra 70 ezer lejt fordítanak. Elsősorban útjavítási terveket szeretnénk egyrészt aktualizálni, másrészt pedig új utakat is előkészíteni feljavításra. Az aktualizálásnál most a teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni azon utcákat, amelyeket a finanszírozásra szeretnénk letenni. Ilyen ez a Halászok utca, Dózsa-György utca, Békény utca, Selyem utca, Ady Endre, Tölgyfa, Magyaros utca, Mártonáron, Örmény templom utca, valamint feljavításra szeretnénk betenni még a Makkos utca, illetve a Temető utca szakaszát, amelyre egy új forgalmi sávot tudnánk nyitani a városba érkező autósok számára. Természetesen más olyan munkálatokat is kívánunk elindítani, amelyek már korábban el voltak készítve, ilyen közintézményrehabilitálások, oktatási intézmény feljavítások, illetve nem szeretnénk megfeledkezni a Tarisznyás Márta Múzeum teljes rehabilitálásáról sem. Erre a fejezetre is tettünk félre pénzt, hogy amikor a pályázati kiírás megszületik, akkor majd tudjuk benyújtani az ügyiratcsomót. A víz- és csatornahálózat felújítása és bővítése folyamatban van, de a jelenleg is zajló beruházás nem teljes mértékben fedi le a várost. Szeretnék ezeket a munkálatokat folytatni, ugyanakkor Gyergyószentmiklóson is elkezdenék a tömbházak hőszigetelését. Ugyancsak korábban elkészült már a jelenlegi víz- és csatornahálózat bővítésének a terve, de mivel hogy az már érvényét vesztette, ennek a tervnek is az aktualizálására van szükség, és ezt is meg fogjuk tenni a tél folyamán. Az infrastrukturális közműfejlesztések mellett természetesen úgy, hogy ezt már korábbi időszakban, korábbi években is hangsúlyoztuk, tömbházrehabilitálási programban is kívánunk részt venni azon lakótársulási tulajdonosok képviselőivel, akik ez idáig beegyeztek ilyen irányú egyesülést, és erre a célra is fordítunk majd pénzt, félre is tettük már azt a költségvetési részt erre a célra, hogy tervezési munkálatokat végezzünk, és amire kiíródnak a pályázatok, akkor a jelenleg bejegyzett lakótársulási egyesületek számára tudjuk elkészíteni azokat a terveket, amelyeket majd pályázatra fogunk letenni. Az érintett 14 tömbház már lakószövetségekbe tömörült, a pályázathoz szükséges tervekhez 150 lejt különítettek el a költségvetésből. Emellett az országos fejlesztési program keretében beépítenék a Csodavilág napközi otthon tetőterét, és megerősítenék az épület struktúráját is. A pályázati tervekhez 60 ezer lejre van szükség. A széndioxid kibocsátást csökkentő stratégia is fontos, erre 70 ezer lejt költenek. A felsoroltak mellett több kisebb beruházást is előirányoztak, a szükséges összegeket átcsoportosították olyan elképzelésektől, munkálatoktól, amelyek idén nem valósultak meg.
Október 26. november 6-a között kerül kifüggesztésre a Városháza székhelyének ügyfélfogadójában a 86-os kataszteri dűlőre elkészült parcellázási terv. Az adatok az úgynevezett Csobot-Loka részre vonatkoznak. A városvezetés arra kéri az érintett föld tulajdonosokat és területhasználókat, hogy a megjelölt 10 munkanap alatt szánjanak időt arra, hogy az adatok helyességét ellenőrizzék, hiszen a határidő leteltével esetleges módosítási kérelmet nem áll majd módukban figyelembe venni. Ugyanakkor felhívják az érdekeltek figyelmét, hogy amikor a kifüggesztett adatok ellenőrzésére mennek, vigyék magukkal a személyazonossági igazolványt, hogy a tulajdonosok személyi számát feljegyezhessék az adatbázisba. Ahol egy parcella esetén több tulajdonos is érintett, mindegyik személy személyi számára szükség lesz. A véglegesítésre szánt terveken a tulajdonosok személyi száma kell, hogy szerepeljen, hogy az illető személyeket pontosan azonosítani lehessen. Amennyiben az érintettek úgy értékelik, hogy a parcellázási terven feltüntetett adatok hiányosak, kérik, hogy írásos módosítási kérelmet nyújtsanak be a Városháza iktatójába, hogy igényük jogosságát a szakemberek elemezhessék és szükség esetén az egyeztetésre sor kerülhessen. A parcellázási tervek elkészítési folyamatában eddig összesen 41 dűlőben folytak munkálatok, 6373 hektáron volt helyszíni mérés, hétfővel kezdődően újabb 1905 hektár méréséhez látnak hozzá a kivitelező szakcég topográfusai. Fontos továbbá, hogy a meghirdetett fórumok, helyszíni mérések, kifüggesztések során lehetőség szerint személyesen vegyenek részt a terület tulajdonosok, és a kért dokumentumokat mutassák be. Minden parcella esetén szükség lesz az 1990 után kiállított tulajdonjogi papírokra, ideiglenes igazolásokra, valamint a kérdőív kitöltésére és a tulajdonosok személyi számára. Bővült borzonton a villanyhálózat Hargita megye tanácsa kis villanyprogramjának keretében az új szakasz átadási ünnepségét pénteken, október 23-án tartották. Az eseményen jelen voltak a megyei tanács előjárói. Hargita megye tanácsa kisfalu programja fogja össze a kisvillany és a kisvíz elnevezésű kezdeményezéseket, amelyek a víz és a villanyáram bevezetését szolgálják. Kisvillanyprogramot 2010-ben indították útjára, melyet tulajdonképpen, mint akkor elhangzott, a kényszer szülte, ugyanis sok olyan település van a megyében, ahol részben vagy egyáltalán nincs villamos áram. A megyei tanács és a helyi önkormányzatok részvállalásával jött létre végül a program. Az elmúlt időszakban több mint 50-52 kilométernyi villamossági kábelt húztak ki a megye területén lévő különböző településeken. Gyergyószent Miklós környékén, Gyergyó Újfalu községhez tartozó Libánban 3 szakaszon, valamint a Salamás községhez tartozó Hodos állomásának környékén voltak munkálatok. A megyei tanács kisvillanyprogramjának keretében Borzonton is kiépítették a villamos hálózatot. Az új szakasz átadási ünnepségét pénteken tartották. A jelenlevőket Gál Szabolcs polgármester köszöntötte. A megyei tanács részéről jelen volt Borbó Csaba elnök, Barti Tihamér beruházásokért felelős alelnök, Bende Sándor tanácsos, továbbá részt vett Ambrus László, az áramszolgáltató Elektrika RT csíkszeredai kirendeltségének igazgatója. Alfalu polgármestere évszázados fordulatnak nevezte a beruházást. Már több évtizede annak, hogy próbálkozunk, hogy egy kicsit mi is a saját infrastruktúránkat fejlesszük, hogy be tudjunk kerülni egy olyan vérkeringésbe, amit úgy neveznek, hogy turizmus, és mint ugye mindannyian tudjuk azt, infrastruktúra nélkül ez nem megy. Nagy nehezen, sok utánajárás útján végül is sikerült elérni azt, hogy megtegyük az első lépéseket ebbe az irányba, de ehhez nem volt elég az önerő, ehhez szükségünk volt a megyei tanács támogatására, szükségünk volt az elektrika támogatására, és hát természetesen szükségünk volt saját erőforrásokra is, és nagyon sok-sok munkára ahhoz, hogy ma itt állhassunk, és ünnepelhessük azt, hogy kijött ide a Barickanyarig a villany. Barti Tihamér örömét fejezte ki, hogy a sok egyeztetés után az összefogásnak köszönhetően megtörtént a beruházás. Összességében nézem ezt a beruházást, nem csak az, hogy itt van a második szakasz, és kéne következzen, gondolom mindenki azt szeretné több és több szakasz, hanem úgy összességében az, hogy ki tudtunk mozdítani egy olyan beruházást, ami egyesek fejében megvolt, mint vágy, mert szükségük volt a villanyra, hogy költségeket spóroljanak, stb. Vendéglátóegységekre gondolok, de nem csak. Viszont az, hogy
több mint 6,5 milliárd lejt, tehát több mint 662 000 lejt költöttünk mi el erre a beruházásra. Az azért is fontos, mert meg vagyunk győződve, legalábbis mi megyei tanács szinten arról, hogy ez jó helyre jött. És talán ennek a programunknak, amit annak idején elindított a megyei tanács, amit kisvillany programnak nevezünk, Alfalu egy nagy nyertese. Gyergyómedencében mindenképp a legnagyobb nyertese, hiszen Gyergyómedencében csak kisebb ilyen beruházások voltak, illetve Gyergyó területen, mondja mi. Bende Sándor nagy előrehaladásnak nevezte a pénteken átadott szakaszt, hiszen hozzájárul a szolgáltatások minőségének javításához, a munkahelyteremtéshez, a fiatalok itthontartásához. A megyei tanácsos megköszönte mindenkinek, aki segített a megvalósításban. Borbój Csaba a hatékony összefogás eredményének nevezte a megvalósítást, mint elmondta, az elmúlt egy évben sikerült a folyamatot felgyorsítani. Itt az az igazság, hogy az utolsó év az, ami igazából számot tehető, hisz a megyei tanács korábban is erre pénzeket tett félre, erre a beruházásra, de nem volt sikerünk a végrehajtásában. És az elmúlt egy évben, amióta Barti alelnök úr tölti be ezt a tisztséget, azóta tudtuk ezt a folyamatot felgyorsítani. Én abban bízom, amit itt hallottak az eddigiekben is, hogy tudom menni tovább. Tehát én azt gondolom, hogy Parajd és Alfalu szomszédsága egy olyan lehetőséget tartalmaz, amire kell foglalkoznunk. Ha látjuk, hogy önöket érdekli, ha látjuk, hogy önöknek ez fontos, és odaáll mindenki, haladnak a papírmunka, halad az egyeztetés, akkor tudunk menni felfelé, hisz ez a hegy azt gondolom, hogy nem csak az erdeiben tartalmaz pénzt, hanem ez a hegy a szépségében, az itteni tájnak, a csodálatos mi voltából is az itt élő emberek, a parajdi emberek kell nyertesekké váljanak. Ehhez pedig a három sípája, amelyik itt van, amelyik a téli turizmust itt tudja tartani a szomszédságokban, illetve a további lehetősége a szolgáltatásoknak mind-mind-mind nyitottá teszi. A megyei tanács elnöke elmondta, hogy a beruházás felelősséget is ró a helyiekre, vigyázniuk kell arra, hogy továbbra is fennmaradjon a tájba illő építkezés, és védjék meg a környék csendjét. A villany bevezetése nyomán megnő majd az ingatlanok ára, de ne adják el azokat idegeneknek, járuljanak hozzá ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható életvitelt biztosítson a környék, zárta beszédét a megye elnök. A felszólalásokban megfogalmazódott az igény a beruházás folytatására, a villanyáram továbbvezetésére. A helyszínen jelenlévő Elektrika RT csíkszeredai igazgatója elmondta, van lehetőség tovább folytatni a hálózatot hasonló léptekben, és további sok sikert kívánt a beruházás folytatásához. A borzontiak számára a mezőgazdaság után a turizmus jelenti a pénzkereseti lehetőséget. A helységben a panziók több mint 600 személyt tudnak elszállásolni modern körülmények között, így a látogatottság növelése miatt is fontos volt az elektromos áram, ugyanakkor, ahogy Barti Tihamir alelnök korábban fogalmazott, ez a beruházás újabb beruházásokat csal majd a helyszínre. Az elkészült hálózatokra még nem lehet rácsatlakozni. Mindenek előtt meg kell várni, amíg az elvégzett munkálatokat átadja a megyei tanács a helyi önkormányzatoknak, majd azok az Elektrikának. Ma délelőtt próbaszerűen nagyon rövid időre megszólaltak a városban a légvédelmi vészjelzők, holnap délelőtt viszont a Salamon Ernő gimnáziumban és a Szfönthó Nikolai liceumban kiürítési gyakorlatot tartanak. Ekkor ismételten megszólalnak majd a riadót jelző szirénák, a gyakorlatot a helyi katasztrófavédelmi alakulatok és a megyei sürgősségi helyzeteket felügyelő alakulatok koordinálják, de hangsúlyozzák, hogy aggodalomra semmi ok. A gyakorlat két évente esedékes a településeken, ezúttal is kedden, szerdán csupán működési próba és oktató, nevelő célú tevékenység zajlik majd. Már javában zajlik a Szent Miklós napok előkészülete, melyet idén három naposra terveznek, ezúttal is lesz seregszemle, dísztanácsülés, főzőverseny, programok gyermekeknek és Szent Miklós búcsú. A rendezvények véglegesítését követően ezekről bővebben szólunk, de már lehet jelölni arra érdemes személyeket a díszpolgári és pro-urbe díjra. November 20-áig tehetik le az összeállított javaslatcsomagot a lakók, ha úgy gondolják, ismernek olyan személyt, aki érdemes díszpolgári címre vagy pro-urbe díjra. Gyergyószentmiklóson 1991-től 55 díszpolgári címet adományozott az önkormányzat.
ProUrbe díjat 1999 óta ad át a városvezetés a közösségért és a település fejlődéséért tevékenykedőknek. Ebben a kategóriában eddig 22 személyt jegyez az önkormányzat közigazgatási osztálya. Díszpolgári címet évente egy személy számára adományoznak, a kitüntetést olyan személyek vehetik át, akik jelentős mértékben hozzájárultak a város gazdasági, kulturális, tudományos, természetvédelmi, sportterén való fejlődéséhez, vagy emberségben, jótékonyságban példamutatóak a közösség számára, legyenek akár hazai, akár külhoni állampolgárok. ProUrbe díj hasonlóképp olyan személynek adható, aki a város fejlődéséhez kiemelkedő mértékben hozzájárult. 1991, illetve 1999 óta évente a Városi Képviselőtestület elismerésben részesíti azokat az állampolgárokat, akik a közösségért, a település fejlődéséért sokat tettek és tesznek. Nem lesz ez másként az idei évben sem. A város ünnepének közelettével arra hívjuk fel a tisztelt gyergyószentmiklósi lakókat, hogy amennyiben olyan személyeket ismernek a környezetükben, akik nagyon sokat tettek ezért a közösségért, jelöljék őket díszpolgári, illetve ProUrbe címekre. Természetesen minden esetben a jelöltnek az életéről, a tevékenységéről mellékelni kell egy leírást, szükség lesz az életrajzára és fényképre, illetve 50 olyan személy aláírására, akik vállalják azt és támogatják azt, hogy ez az illető ténylegesen jogosult arra, hogy egy ilyen elismerést kapjon a városvezetés részéről. Tavaly Gyergyószentmiklós díszpolgára Földi László, Cegléd testvérvárosunk egykori vezetője, jelenleg országgyűlési képviselő lett. ProUrbe díjat Krammer Editnek és Bajkó Tibornak adtak. 2013-ban nem osztottak díszpolgári címet, ProUrbe díjat pedig Fehér Antal, Perces Ferenc és Bajtai Erzsébet asszony kapott posztmortem. Ezek az elismerések előjogokkal is járnak, a díjazottak díjmentesen vehetnek részt a helyi kulturális és sportrendezvényeken, ingyen parkolhatnak, utazhatnak a helyi közszállítási eszközökön és adókedvezményben is részesülnek. Jelölni arra érdemes személyeket a két elismerésre, tehát november 20-áig lehet. A javaslatcsomagot az önkormányzat iktatójában kell leadni, ezt követően a szakbizottságok véleményezik ezt. A képviselőtestület zárt ülésen dönt a kérdésben, majd ezt a városnapok alkalmával dísztanácsülés keretében hozzák nyilvánosságra. Ekkor adják át ünnepélyes keretek között a díjakat is. Tegnaptól a hallás és beszéd károsult személyek számára különleges sürgősségi számot hoztak létre. A különleges telekommunikációs szolgálat által elindított 113-as segélyhívószám előzetes regisztráció után használható. Regisztrálni postai úton, online vagy személyesen is lehet bármely ideiglenesen felállított regisztrációs irodában, amelyek pontos helyszínéről a 112-es hívószám honlapján tudnak tájékozódni az érdeklődők. Az információk a napokban kerültek fel a weboldalra. Csűrös István biológiai és környezetvédelem emlékversenyt tartottak a hétvégén középiskolások számára. Az idei 21. kiadásnak Gyergyószentmiklóson a Salamon Ernő Gimnázium adott otthont október 23-án és 24-én. Több mint két évtizede rendeznek Csűrös István biológiai és környezetvédelem emlékversenyt középiskolás diákoknak, azzal a céllal, hogy amit a gyerekek az iskolában megtanulnak, kreativitással kamatoztathassák. Csűrös István emlékversenyt Leopold Anna tanárnő egy udvarhelyi kolléganőjével álmodták meg ennek idején 21 esztendővel, hogy azt mondhatjuk, hogy a tavaly Sekesváron úgymond a jubileumát élte, a 20 esztendőt betöltötte. Szerintem, mert én a tanárnővel ezt nem beszéltem meg, de úgy gondolom, hogy szeretett volna egy olyan rendhagyó versenyt a gyerekeknek, amelyben egy kicsit más szemszögből is megközelíthetik a biológiát, a természet szeretet, a kreativitás, a környezet és természetvédelem szempontjából, tehát nem csak a teljesítmény orientált az információ, a lexikális tudást próbálták, hanem a kreativitást is be akarták ezzel vinni, és hogy legyen egy névjegye is, hát egy híres biológusunk nevével fémjelezték ezt a versenyt Csűrös Istvánnal. Az emlékverseny minden évben más településen kerül megszervezésre. Idén Gyergyószentmiklóson tartották múlt héten, pénteken és szombaton. A vetélkedőre idén 5 település, Segesvár, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Székelykeresztúr és Gyergyószentmiklós 8 iskolájából 17 tanuló vett részt.
A verseny rendszerint tehát két napon át zajlik. Az első nap a tulajdonképpeni vetélkedőt foglalja magába, amely három részből áll. Mindig kell egy elméleti téma, ami jelen esetben itt a Békásszoros és Nagyhagymás Nemzeti Park témakörből kerültek ki a kérdések. Minden gyerek megkapta az anyagot, és abból készülhetett. Ezen kívül szintén ehhez kötötten 60 növény és állatfajt kellett megegyezzenek magyarul és tudományos nevükön. Ezekből kaptak felismerésre képeket, tehát ez is úgy gondolom, hogy nagyon sok gyakorlati haszonnal jár számukra. És a harmadik, és egyben a legértekesebb, a legtöbb pontot érő versenypróba volt a dolgozatok, egyéni dolgozatok bemutatása, ahol a gyerekek kipróbálhatták a kreativitásukat, saját megfigyeléseiket vihették bele a dolgozatukba. A gyerekek egy része első alkalommal vett részt a versenyen, de van olyan diák is, aki már háromszor is megmérettetett a vetélkedőn. Ők számoltak be tapasztalataikról, élményeikről és a dolgozataik témájának kiválasztásáról. A verseny személy szerint nagyon is tetszett, sokat tanultam belőle. Én a dolgozatomnak a címe a Pezsgő élet volt, mivel gyergyacsomafalvi vagyok, így a csomafalvi borviszkutakról és a vízminőségéről szólt a dolgozatom. Több kutat is megvizsgáltam, belefoglaltam, hogy az elmúlt 80-100 évben mennyi kút volt, és már csak mennyi maradt meg, és hogy romlott-e a vizek tisztasága azóta. Nándor elmondta, hogy ő kutatást is végzett neked. Hogyan készült a dolgozatod? Én is kutatást végeztem, a kérdőívet készítettünk. A dolgozatom témája a diákok egészségmagatartása volt. Ehhez töltöttek ki 46-an egy kérdőívet, melyben kitértünk a táplálkozásukra, illetve a sportolásra és ehhez hasonló kérdésekre. Te most már harmadszor voltál ezen a versenyen. Miért gondolod úgy, hogy ezt érdemes évről évre megismételni, vagy újra részt venni a versenyen? Azért nagyon érdemes, mert mindig más a témakör, új helyeket ismerhetünk meg, új állatfajokat, és természetesen sok barátságot is lehet kötni. Nekem már vannak több éves kapcsolataim itt. Minden. Neked milyen volt a verseny, hogy érezted magad? Mi a dolgozatod témája, mi volt? Hát nekem nagyon jó telt a verseny, annak ellenére, hogy nagyon rövid idő volt a felkészülésre. A dolgozatomnak a címe az volt, hogy játék az önkontrollal, vagy hogyan vagyunk képesek befolyásolni az önkontrollal a pszichénket és a teljesítményünket. Én inkább kísérletet hajtottam végre, mint tudományos felmérést végeztem. A kísérleteimhez embereket használtam fel, pontosan két darab kísérletet hajtottam végre, melyekben a pulzus számából következtetett értékek eredményeként vontam le konklúziót, és ezek végösszegzéseként sikerült bebizonyítanom a dolgozatom feltételét. Nagyon vagány volt a verseny, jól éreztem. Nekem is nagyon jól telt a verseny, igazából azért is jöttem második évben, mert már tavaly is jól telt. Én a fototropizmus hatásáról készítettem dolgozatot, ez tulajdonképpen arra kérdésre kerestem a választ, hogy miért hajolnak el a növények a fény irányába, ha az ablakba rakjuk őket. Cimbalmos Zita tanárnő elmondta, hogy sajnálatos módon egyre kevesebb az olyan verseny, mint amilyen a Csűrös István emlékverseny is, amely a kreativitásról, az élményszerzésről és a tapasztalatszerzésről szól, nem pedig a versengésről és az ökölharcról, arról, hogy végül kiviszi el a pálmát. Ez az egyike azon vetélkedőknek, ahonnan a gyerekek mindegyike győztesen kerül ki. Köszönhető ez annak is, hogy egyrészt mindenki tanul a verseny alkalmával, barátságok köttetnek és kiránduláson is részt vehetnek. Ezúttal a verseny második napján a Gyilkostetőre látogattak el a diákok. A túra a Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park vezetőségének köszönhetően jött létre, de emellett pedig még sokan támogatták a rendezvény lebonyolítását. Ezek a versenyek egyre nehezebben megszervezhetők mindig anyagi háttér miatt, úgyhogy nagyon-nagyon külön meg szeretném köszönni ez alkalommal a szponzorainknak, akik messze menően nem is vártuk, hogy ilyen nagy támogatásban részesítenek. A Viridis Kft. Szeretném megemlíteni a Naturland Alapítványt, az FNDF nyomdát, a Markhaust, az IZSO Universal Kft.-t, és hát nem utolsó sorban a Salamon Ernő Liceumot, aki elszállásolta az ide érkező, távolról érkező diákokat.
A verseny végeztével az összesített eredmények alapján harmadik helyezést írt el Kinda Andrea. A legjobb dolgozatok készítőit is értékelték, ez alapján a harmadik legjobb dolgozat Fejér Kamilláé, a negyedik legjobb dolgozat pedig Szabó Alpári lett. A gyerekeket Cimbalmos Zita, Görgice Emőke és Barabás Tibor tanárok készítették fel a versenyre. Még néhány napig lehet pályázni a MOL Gyermekgyógyító Program 2015-ös kiírása keretében. E pályázat útján olyan civil szervezetek juthatnak támogatáshoz, amelyek élményterápiás vagy művészetterápiás foglalkozásokat szerveznek a krónikus betegségekben szenvedő, fogyatékkal élő vagy hosszas kórházi kezelés után lábadozó gyermekek számára. Egy pályázó legtöbb 20 000 lei értékben nyerhet előfinanszírozást egy olyan programra, amelyet 2015. december, 2016. augusztus időszakban kíván megszerezni. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. A támogatások összértéke 313.500 lei. A nyertes pályázatok listáját 2015. november 30-áig teszik közzé. Bővebb információkat az érdeklődők a képernyőn látható internetes oldalon találnak. Önálló koncertelőadást tartott tegnap délután ifjabb Mayer Robert. A rendezvényről készült összeállításunkat láthatják az elkövetkezőkben nézőink. Klasszikus zene korhatárok nélkül címmel a 8 éves ifjabb Mayer Robert tartott önálló hegedű koncertet tegnap délután a Vaskertes Egyesület szervezésében, a Vaskertes Általános Iskola dísztermében. A rendezvény elején a jelenlévőket Veres Csaba, Robika felkészítő tanára köszöntötte, majd ismertette a koncert programját. Egy nagyon szép műsor elején vagyunk. Nem kell nektek bemutatni, főleg Gergyóban ifjú Mayer Robikát, aki jelenleg az iskolánkban második osztályos tanuló. Tavaly volt az első olyan koncertje, amit önállóan 7 évesen végigjátszott, és hát most 8 évesek vagyunk. És egy nagyon szép programot készítettünk, amit fogadjatok szeretettel. Műsoron Vivaldi, Hans Millis, Konstantin Dimitrescu, George Perlman, illetve Anatoly Komarovszky darabjai szerepeltek. Zongorán kísért Ráduj Gábor. Thank you.
legfiabb Mayer Robert egyébként korábban részt vett a Virtuózok című tehetségkutató műsor csíkszeredai előhallgatásán. A bemutatkozó után egy iskolatársával, a 8. osztályos csata orsolyával együtt meghívást kaptak a budapesti meghallgatásra. Ezek voltak már a híreink, a folytatásban a látogatót tekinthetik meg nézőink. Köszönöm a Fénypontnak szentelt figyelmüket, szép estét, a viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó virágüzlet varázsolta szebbé. Smink és frizura, szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt.